2010 óta 680 ezerrel többen dolgoznak Magyarországon, 26 éve nem volt ilyen magas a foglalkoztatottság, mint ma, fogalmazott Gyöngyösön tartott sajtótájékoztatóján Dömötör Csaba. A miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára kiemelte, a cél, hogy mindenkinek legyen munkája és mindenkinek megérje dolgozni. Kiemelte, a kormányzat azt vallja, mindezt adócsökkentéssel lehet elérni. 2010 óta a kormány következetesen csökkenti az adókat. Jövőre tovább csökken a társasági nyereségadó, ezzel már az uniós országok között nálunk lesz a legalacsonyabb a társasági nyereségadónak a kulcsa, illetve a munkáltatói adók is csökkennek 5%-kal. Horváth László, a Gyöngyösi térség országgyűlési képviselője bejelentette, a kormányzat jelentős béremelést tervez 2017-re. A minimálbér 15, a szakmunkás minimálbér 25%-kal emelkedik. Nem csak minimálbér, nem csak szakmunkás minimálbér, hanem pedagógus béremelésről, rendészeti dolgozók béremeléséről, egészségügyben dolgozók béremeléséről, sájistőnök, és nem csak az orvosok, hanem a szakápolók béremeléséről is beszélünk. Hozzátette, ugyancsak magasabb fizetésre számíthatnak a felsőoktatásban, a kulturális szférában és az államigazgatásban dolgozók is. Kiemelte, rendkívül lényeges, hogy mindezt hazánknak nem hitelekből, hanem saját erőforrásból sikerül megvalósítani.